Megtorlás, vallatás, mártírhalál. E szavakkal lehetne röviden összefoglalni Kemény Pál életének legnehezebb időszakát. A megpróbáltatás ideje volt ez az ő számára. Megtorlás, vallatás, mártírhalál. E szavakkal lehetne röviden összefoglalni Kemény Pál életének legnehezebb időszakát. A megpróbáltatás ideje volt ez az ő számára. Erre emlékezve gyűltünk most össze. Átélte a kínok kínját, a rabság kiszolgáltatott helyzetét. Az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi eseményeinek egyik mártírja, Kemény Pál. Az egykori talajvegyész síremléke az északi temetőben áll, amely előtt az 1956-os megemlékezések alkalmával a város közössége koszorúzással tiszteleg. Október 23-án Kemény Pál hozzátartozói, a városunk vezetői, országgyűlési képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit és mécseseit a karcagi mártír sírjánál. Kemény Pál karcagi talajvegyész, korábbi honvéd főhadnagy állítólag visszaadta az első pofont a pufajkásoknak, mire azok úgy megverték, hogy néhány nap múlva a szolnoki kórházban vese elégtelenség miatt elhunyt. A bántalmazottak többnyire szívgyengeségben vagy vese elégtelenségben haláloztak el. Az északi temetőben Kemény Pál az 1956-os forradalom és szabadságharc karcagi mártírjának síremlékénél az emlékező beszédet nagy tiszteletű Koncné Lehocki Krisztina református lelkész mondta. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. A seregek ura velünk van. Jákob Istene, ami várunk. Amen. Majd a család, a város vezetői, képviselők, intézmények és civil szervezetek vezetői helyezték el főhajtással koszorúikat.